Ez itt Bukoldami, az Egyesült Államokból, Floridából, és beszélgető társai. Magyarországról, Vermontból, Torontóból, Svédországból, Szingapúrból, Finnországból, Németországból, Franciaországból. Ume Anett Magyarországról az Egyesült Államokba költözött, és az újságírást az egészségügyre, dietetikára váltotta. Habár a középiskolában a biológiát meg a kémiát nem igazán kedvelte, leendő férje mellett, aki orvostanhallgató volt, elkezdte érdekelni, hogy hogyan működik az emberi test, hogyan élünk és mivel táplálkozunk. Anett élete gyökeresen megváltozott. A Sző összehoz 81. felvételében elmeséli, hogy miért is került Amerikába, milyen volt a kezdet Washington DC-ben, milyenek voltak az első benyomásai, és hogyan is alakult az életük. Én Ume Anett vagyok, Fegyverneken nőttem fel, Szolnok mellett. Egy kis közösségből származom, és 6 éve költöztem az Egyesült Államokba. Szegeden, az egyetem alatt megismerkedtem a mostani férjemmel, aki akkor orvostanhallgató volt. A férjem is Magyarországon született, ott nőtt fel, félig magyar, félig nigériai, és neki nagyon nagy álma volt, hogy Amerikába költözzön, és itt szerezze meg a rezidens képzést, illetve itt járjon erre a gyakorlatra, a kórházba, és itt is szeretett volna maradni, tehát itt szeretett volna élni. És hát összeházasodtunk, lett egy kisfiunk, és utána történt ez a kiköltözés, ami először ugye jó kis kalandnak gondoltam, és úgy gondoltam, hogy ez jó buli lesz. Aztán miután már ugye családot alapítottunk Magyarországon, valamennyire berendezkedtünk, ugye ott voltak a nagyszülők is. Ez utána, amikor megvalósult, ez ennél nehezebb és bonyolultabb dolog volt. Hát a kisfiú 2 éves volt, amikor kiköltöztem vele, Kidi már akkor a férjem már itt volt, akkor ez így nagyon-nagyon nehéz volt. Én nagyon nehezen éltem meg a költözést. Ott hagyni a családot, a barátainkat, a hazámat, Magyarországot, mindent, amit ismertem, a szokásokat, és akkor így mindent előről kezdeni. Úgy érzem, hogy azért az elég szerencsés volt, hogy a férjed már kint volt, és várt titeket. Igen, tehát ő tinédzser korában már élt Amerikában, illetve a szüleit, meg az apukáját látogatta többször is, és ő kint töltött, azt hiszem a leghosszabb idő 1 év volt, amit így kint töltött. Tehát ő már nagyjából ismerte az országot, meg a kultúrát, a nyelvet, úgy mindennel tisztában volt, és ő többször ki is utazott már egyetem alatt, letenni ugye a különbözeti vizsgákat, megpróbált kórházakba bekerülni, hogy tapasztalatot szerezzen, illetve hát, hogy bele tudja írni az önéletrajzába, hogy amerikai kórházakban is van tapasztalata. Úgyhogy ő sokat utazott már előtte is, és igen, utána egyszer jött egy ilyen újabb lehetőség, hogy kijöhet ide egy kórházba 2 hónapra vagy 3 hónapra, és dolgozhat, persze ingyen, de ez akkor nagyon nagy lehetőség volt, mert ugye az, hogy valakinek van egy olyan tapasztalat, amikor ő maga is dolgozott, nem csak szemlélő volt, hanem ténylegesen komoly gyakorlata van, ez akkor nagyon nagy lehetőség volt, hogy akkor így könnyebben be fog kerülni majd valahova később. És akkor igazából nem volt olyan szerencsés akkor az én fejembe, mert én akkor úgy engedtem el, hogy 2-3 hónapra jön ide erre a kórházi gyakorlatra, és akkor végül ő itt maradt. És úgy gondolta, hogy akkor előkészíti a terepet, ahogy mondod. Hát először ez nem volt valami könnyű, mert ugye a kórházban ingyen dolgozott, volt egy bizonyos zseppénze, amivel kijött, utána neki el kellett kezdeni dolgozni. Viszont rezidens képzés nélkül orvosként ugye nem praktizálhat, tehát orvosként nem tudott elhelyezkedni még, és hát nagyon sok helyen keresgetett, és először egy idősek otthonában, később pedig egy nővérképző magánfőiskolán kezdett el dolgozni, mint oktató, és hát ebből kezdte el építgetni itt a jövőnket és az életünket, és 7 hónapot töltöttünk így külön. Én ugye otthon a kicsivel voltam egyedül, vártuk, hogy a zöld kártyánkat megkapjuk. Közben így örlődtem, és azt latolgattam magamban, hogy vajon mi fáj jobban az, hogy távol van a férjem, és nagyon hiányzik, és a gyerekemnek nincs itt az apja,
Vagy pedig az, hogy ugyan kimehetek hamarosan hozzá, és újra találkozunk, viszont akkor itt kell hagynom mindent, a családomat, a szüleimet, a barátainkat is, mindent. Úgyhogy nekem ez egy nehéz szituáció volt, és utána is szerintem ez így szerepet játszott abban, hogy ugye egy évig nem is nagyon szerettem itt élni Amerikában, és nagyon vissza szerettem volna menni, nem tetszett, tehát így az egész hozzáállásomat így ezt meghatározta szerintem ez a váratlan indítás. Még mielőtt kiérkeztünk, mondtam a férjemnek, hogy én szeretnék azonnal elkezdeni dolgozni. Azért, mert tudtam, hogy nekem kell az, hogy emberekkel beszélgessek, a nyelvet megtanuljam, még jobban elsajátítsam, és hogy egyszerűen így szocializálódjak, és az emberekkel kapcsolatba kerüljek. Már akkor, ugye 2 éves volt a kisfiunk, kicsit már úgy szerettem volna kimozdulni otthonról is, hogy nem csak a 4 fal között lenni, és gondoltam, hogy akkor majd a kicsi is, hogyha elkerül bölcsibe vagy óviba, akkor megtanulja ő is az angolt. És az idősek otthonának volt egy bölcsödéje. Főleg az ott dolgozóknak volt ez fenntartva, és én ott kaptam munkát, tehát ugye a férjem elintézte nekem, hogy akkor ott kezdhessek rögtön, és a kicsi pedig, hát oda nem került be, egy másik óviba kezdett el járni. Úgyhogy ez sokat segített abban, hogy beilleszkedjek, ismerkedjek, és hát eleinte ugye az angol olyan volt, hogy nagyon-nagyon kellett fókuszálnom arra, hogy mit mondanak az emberek, minden nagyon gyorsnak tűnt, hogy gyorsan beszélnek, és nem nagyon értettem. Aztán jó pár hónap kellett, és hozzászoktam, aztán egyre jobban ment. A probléma az volt, hogy nekem nem volt ilyen óvónői vagy ilyesmi végzettségem, és részmunkaidőben szerettem volna így is úgy is dolgozni, de hát így, mivel újonc voltam, meg úgy nem voltam szakmabeli, ezért bedobtak így össze-vissza, ahova éppen kellett ember. Tehát a beosztásom az úgy nézett ki, hogy reggel kellett mennem, azt hiszem 8-tól délig, vagy 7-től 10-ig valami ilyesmi, és utána délután vissza kellett mennem 3-tól 6-ig. És ez így kicsit rossz volt, mert így akkor ez azt jelentette, hogy a kisfiunkat egész napra be kellett adni óviba, én viszont napközben otthon voltam, csak reggel meg délután dolgoztam. Úgyhogy ezt csak pár hónapig csináltam, és közben várandós lettem a második gyerekünkkel, és akkor elmentem egy ilyen gyógyszertárba, vagy drogériába, hasonló, mint a Rossmann dolgozni, ahol csak heti 3-szor kellett bemenni, és ott is csak fél napra. Úgyhogy ez már úgy kicsit jobb volt, már felnőttek körébe voltam, nem pici gyerekekkel dolgoztam. Viszont a bölcsiben és az óvodában az volt a jó, hogy ott ugye az ember felszabadultabb gyerekek körében, és ott sokkal könnyebb volt megtanulni az angolt. Gyerekek segítségével tanultam meg beszélni, hogy hozzájuk énekeltem, beszélgettem velük, és ez így jobb volt. Szerintem ez nagyon szerencsésen jött így ki. Washington DC-be érkeztem. Ott kezdtük el az amerikai életünket. Itt kezdtem el dolgozni. Közben Kidi, a férjem, ugye próbált bekerülni a rezidens képzésbe. Ez is egy extra stressz volt rajtunk, hogy nem sikerült az első 2-3 évben bekerülnie. Tudni kell, hogy egy évben egyszer van jelentkezés, és hogyha abban az évben valaki nem kerül be, akkor egy évet várni kell, és csak utána jelentkezhet újra. Úgyhogy nagy idővesztésként fogtuk fel, hogy 2 éve már nem sikerül a dolog, és akkor már olyanok voltunk 2 év után, hogy ha most nem sikerül ebben az évben, akkor visszamegyünk Magyarországra, mert egyszerűen ebben a szakmában nem lehet ennyi évet kihagyni, és akkor abban az egy évben nagyon-nagyon meghúzta a dolgokat, 2 helyen dolgozott, dolgozott a nővérképző főiskolán, abból hozta haza a betennivalót, és mellette önkénteskedett, ingyen dolgozott egy kutatólaborban, egy kórháznál, ahol kutatómunkát végzett. És ez is fontos szerepet játszott abban, hogy végül hosszas kínlódások után, sok-sok munkával és áldozattal, és utána végül sikerült, és felvették a rezidens képzésbe. És ez pedig Springfieldben volt, ez a hely, ahova felvették, az Illinois államban, ami Amerika közepén helyezkedik el, kukoricás földek közepén,
És hát tudtuk, hogy így a semmi közepére megyünk, de nagyon örültünk, mert végre sikerült, és tudtuk, hogy most akkor 4 évig úgymond be vagyunk betonozva, és ezt, hogyha megcsinálja, akkor utána már egyenes út vezet ahhoz, hogy orvos legyen, és praktizáljon, és elkezdhessük az igazi életet, amiért kijöttünk. 2 év után költöztünk Springfieldbe, és akkor ez egy újabb változás volt nekem az életemben. Akkor a kisfiam volt 4 éves, a kislányunk pedig 1, úgyhogy én otthon voltam velük, és ez a költözés, hogy megint új környezet, új emberek, ez akkor megint volt egy ilyen kis hullámvölgyem, hogy most akkor én mit kezdjek magammal. Éreztem, hogy valamit csinálnom kell, hogy kivírjam ezt a 4 évet, amíg a férjem ugye megint csak sokat dolgozik, kórházban van, sokszor éjszakás, vagy estig bent van, és akkor kitaláltam így az utamat keresve, meg a helyemet keresve, hogy hát akkor visszamegyek az iskolába, és tanulok. Felvételiztem az Illinois State Egyetemre, dietetikus szakra. Azután, hogy kiköltöztünk Amerikába, az is egy ilyen kulturális soknak a része volt, ahogy láttam, hogy az emberek miket esznek itt, milyen az itteni étkezési szokások, hogy így az emberek tényleg csak a gyors kaján és az ilyen fagyasztott, csomagolt, feldolgozott ételeken élnek, legalábbis így a nagy többség ezen él, és ez engem így sokkolt. Főleg az, hogy ugye az óviban dolgoztam, és ott láttam, hogy az ebéd, amit az óvoda felszolgál, az sült krumpli rántott hússal szinte minden nap, vagy hamburger, amit nálunk ugye 2 éves gyereknek, meg 1 éves gyereknek még mi nem nagyon adunk hamburgert. Úgyhogy így, nem tudom, nagyon sok minden így sok volt, és akkor elkezdett érdekelni ez a dolog. És úgy terveztük el így közösen, hogy akkor pont akkor fogom befejezni ezt a képzést, amikor a férjem befejezi a rezidens képzést. Ugye neki 4 évre szólt ez a dolog, én pedig 3 év alatt befejeztem. És most diplomáztam le májusban, ő pedig most végzett júniusban, úgyhogy most megint egy ilyen döntés előtt álltunk, hogy akkor most mi lesz az után. Azt tudtuk, hogy nem akarunk Springfieldben maradni, és akkor így közösen megint leültünk, mint ahogy nagyon sokszor előtte is, és elkezdtük megbeszélni a lehetőségeket, ki mit szeretne. Ugye sok mindent latolgatni kell, hogy a gyerekeknek hol a jó, neki szakmailag mit szeretne, hol lenne jó, és hát úgy nekem is, hogy szakmailag is, mint feleség, mint nő, hogy hol érezném jól magam. És először is azt kellett eldöntenünk, ő ugye most megszerezte a neurológus címet, hogy ezen belül ő még szeretne elszakosodni, vagy pedig elkezd dolgozni, úgy, mint általános neurológus. És hát ugye ő egy nagyon ambíciózus ember, és ő tovább szeretett volna szakmán belül kiképezni magát, és azt találta ki, hogy ő egy ilyen neurocritical care-ben fog dolgozni, ami egy ilyen intenzív osztályon lévő neurológust jelent, tehát a legsúlyosabb élethalál között lévő betegekkel fog foglalkozni, és akkor elkezdett ilyen helyekre jelentkezni. Ez a jelentkezés az megint csak olyan volt, mint a rezidens képzésre a jelentkezés, de itt már sokkal könnyebb bekerülni, mert sokkal kevesebb a jelentkező. És sok szép helyre meghívták interjúra, a nyugati partra is, a keleti partra is, mindenfelé, és gondolkoztunk, hogy hova menjünk. DC-be vissza akartunk nagyon menni, de azért tudtuk, hogy annak is vannak hátrányai, ugye ott sokkal nehezebben lehet megélni, drágábbak az ingatlanok. Nagyon nagy a forgalom, meg nagy a forgatag, és volt egy kórház, ami Springfieldtől egy ilyen 2 órányira van, St. Louisban, úgy hívják, hogy Bunch Jewish kórház, ami egy nagyon híres, jó nevű, az országban az egyik legjobb neurológiai programja van, és hát oda is meghívták interjúra, és végül azt tette első helyre, hogy oda szeretne bekerülni leginkább, és sikerült, felvették ide, és most nyáron költöztünk megint, és most itt vagyunk St. Louisban. Nekem is van egy ilyen program, amit még el kell végeznem így az egyetem után, ahhoz, hogy dietetikussá váljak, illetve hogy regisztrált dietetikussá váljak, mert itt az is egy kötelező dolog, hogy ha valaki kórházba szeretne igazán dietetikusként praktizálni, nem úgy, mint egy táplálkozási tanácsadó, vagy ilyesmi, hanem komolyabb szinten szeretné űzni ezt a dolgot, akkor annak le kell tennie egy gyakorlatot, ami körülbelül 1 évig tart, és ide is jelentkezni kell, olyan, mint egy egyetemi program. Sőt, fizetni is kell érte, és hát akkor így már 3 év egyetem után, úgy olyan voltam, hogy
én nem akarok többet fizetni, és akkor találtunk egy olyan programot, ami a veterán kórházzal van összekötetésben, és ez az egyetlen egy program egész Amerikában, ami fizetett. Tehát fizetnek érte annak, aki csinálja ezt a gyakorlatot, akit igazából ők tanítanak be, és ők oktatnak, és ide felvételiztem, és bekerültem. Most mindketten csináljuk ezt az utolsó lépés az igazi életünk előtt. Úgyhogy még én is megcsinálom ezt a 10 hónapos gyakorlatot, és utána le kell tennem még egy vizsgát, és utána elkezdhetek majd ténylegesen munkát keresni. Anett, mesélj nekem egy kicsit ezekről az államokról. Tehát egyik államból költöztetek a másikba. Először is, milyen a költözködés Amerikában? Kibéreltek egy teherautót, becsomagoltuk, vagy a cég állja, vagy hogy működik ez? Hát igen, ez ugye egyénenként változik, hogy ki mit tehet meg. Mi ugye az első évben, mi költöztünk Washington DC környékén belül is egyszer, az első év után, mert az első évben egy olyan helyen laktunk, ahol egy ilyen esélyegyenlőség programnak a része volt, csak azok lakhattak benne, akik egy bizonyos jövedelem alatt voltak. És hát amikor kiköltözött a férjem, akkor neki még nagyon kevés volt a bevétele, úgyhogy ő rátalált erre a helyre, és kibírálta ezt a lakást, viszont utána már miután jobban keresett, akkor így kirúgtak onnan minket, hogy most már túl sokat kerestek, most már menjetek innen, adjátok át a helyet másnak. Ez egy nagyon szép, felújított, modernizált lakás volt, úgyhogy nagyon jó volt kiindulási pontnak, és még akkor alig volt cuccunk. Első évben még könnyű volt a költözés. Egy-két ágyat, asztalt betettünk, és ennyi volt. Mivel albérletben voltunk, ezért a hűtő is, a sütő, mindenféle ilyesmi, ez benne volt, a háznak a része volt, tehát ezeket nem kellett vinni. Először ugye mindent ilyen használtan vettünk, volt egy ilyen törött kanapénk, aminek nem volt lába. Minden egyes költözéskor próbáltunk így feljebb menni, és akkor így kidobtuk a törött dolgokat, meg a régi dolgokat, és vettünk újat, úgyhogy nem kellett annyi mindent pakolni. De minden költözésünket úgy csináltuk, hogy béreltünk egy teherautót, és a férjem vezette. Első évben mi pakoltunk mindent. Tehát a második évben már béreltünk embereket, akik bepakoltak nekünk. Ugye mi dobozoltunk, ők csak bepakolták a teherautóba, és utána kipakolták az új helyen. De hát ugye senki nem vágyik ennyi költözésre, nagyon sok munka. Szerencsére mindig voltak barátok, akik segítettek és vigyáztak a gyerekekre közben, úgyhogy jó volt. De későbbiekben majd, hogyha majd már olyan helyre megyünk, ahol egy kórházhoz, mint szakorvos, és nem pedig ilyen tréningekre, akkor ők majd állni fogják a költözést, úgyhogy majd a legközelebbi az majd olyan lesz. Tehát akkor nem maradnátok véglegesen ott, Szent Louisban? Még nem tudjuk. 2 évre készültünk, és ez az első ház, ami a miénk, amit megvettünk. Eddig csak béreltünk mindenhol, mert ugye mindenhová csak ideiglenesen mentünk. És hát ez is ideiglenes állomás, viszont ez egy olyan jó környéken volt, hogy egyszerűen jobban megérte megvenni, mert tudjuk, hogy ezután ki is tudjuk adni, el is tudjuk adni, mert nagyon népszerű ez a hely, ahova most költöztünk. De igen, egyébként benne van, hogy még egyszer majd költözni fogunk, de most már tényleg az lesz az utolsó. Mennyire voltak hasonlóak vagy különbözőek ezek az államok, mármint inkább a városok? Hát, ugye ez egy hatalmas ország. Ugye Európán belül, hogyha kimozdul valaki, utazik 2-3-4 órát, akkor már egy másik országban találja magát, ami mondjuk teljesen más. Itt azért így államokon keresztül is, több államban is voltam, nem csak ott, ahol éltünk, azért minden valamennyire ugyanaz, kivéve ugye a természeti adottságokat. DC után nagyon nagy váltás volt Springfield, mert DC-ben nagyon sokféle ember élt, nagyon sok volt a bevándorló, meg ugye már 50% afrikai-amerikai az ott élő embereknek, és valahogy úgy mindenki így együtt él, a társadalom így össze van fonódva, és együtt csinálnak az emberek mindent. Nincsenek itt külön flakkukban az emberek, ilyen csoportokban, hogy itt csak mexikóiak, és itt csak a feketék, és itt csak a fehérek, hanem úgy mindenki együtt. Tehát Springfieldben megfigyeltem azt így első hetekben, mikor oda költöztünk, hogy az emberek elkülönülnek egymástól, elmentünk egy játszótérre, és fekete gyerekek a fekete gyerekekkel játszottak, a fehérek meg a fehérekkel, és nagyon nagy volt a szakadék a két kultúra között. Megfigyelhető jobban a rasszizmus, nem is nagyon szeretik a bevándorlókat, nem mindenki.
és nagyon ilyen szegregált a társadalom St. Louisban. Itt most egy kicsit megint csak jobb, megint csak többféle ember, jobban együtt vannak, szélesebb látókörrel és befogadóbbak az emberek. Springfield, Illinois fővárosa, ugye? Igen, de hát a fővárost nem ott kell elképzelni, akkor az a legnagyobb város. Illinois legnagyobb városa, ugye Chicago. Springfield ahhoz képest egy kisváros. Ilyen magyarországi megyefővároshoz hasonlítanám. Tehát nincsenek nagy épületek, viszont híres volt Springfield arról, hogy Lincolnnak a szülővárosa volt, és minden tele volt Abraham Lincoln házával, múzeumokkal, mindenféle kiállításokkal, úgyhogy ez egy érdekesség volt ott. Én nem igazán éreztem magamon, hogy kinéznek az emberek, nagyon szerettek az emberek, és nagyon könnyen barátkoztam. Az is egy különbség volt, hogy DC után úgy éreztem, hogy itt az emberek jobban ráérnek, több szabadidejük van, és jobban barátkoznak. Kicsit olyan érzésem volt, mint hogyha visszamentem volna a fegyvernekre. Az ugye mindenki kíváncsisággal fordult hozzánk, hogy hú, ti honnan jöttetek, miért beszéltek más nyelvet. Ilyen kis érdekességek voltunk. A férjem inkább tapasztalt ilyen dolgokat, hogy így kinézték, de ő szerintem inkább a bőrszíne miatt. Ő félig afrikai származású, és ez így mindenkit így meghökkentett. És észrevett például ilyeneket, hogy a barátai, mikor bemutatták őt valakinek, akkor mindenki ilyen közönnyel fogadta, vagy így nem nagyon érdeklődött iránta, és utána, amikor mondták, hogy orvos, akkor rögtön, jó, tényleg, és akkor mindenki egyből érdeklődni kezdett. Vagy olyanok, hogy nem köszöntek vissza az embereknek, vagy a boltban voltak ilyen dolgok, hogy neki nem akartak visszavenni valami, ami meghibásodott egy termék, nekem simán visszavették, meg így ilyen dolgok voltak. Úgyhogy a bőrszín szerintem sokat számít így Illinoisban, főleg így a déli részén, ugye nem Chicago meg a nagyváros fele, hanem a délebbi részeken. Ha választhatnál egy államot, melyiket választanád? Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindenhol valami más a jó. Mindenben van valami jó, és mindenben van valami rossz, és én nagyon nehéz dönteni. Én össze szeretném gyúrni az államokat. Össze szeretném gyúrni DC-nek a sokszínűségét, és befogadó képességét, és az embereknek a táglátókörét, és a tisztaságát, a szépségét. Össze szeretném gyúrni Springfieldnek a nyugalmával, és St. Louisnak a természeti adottságaival. Mert St. Louis környéke nagyon ilyen dimbes, dombos, zöld, nagyon sok a tó, a folyó, a kirándulási lehetőség, és ez itt nagyon-nagyon tetszik. Igazából volt egy lehetőségünk, hogy Portlandbe költözzünk, Oregon államba, ami a nyugati parton van, Kalifornia fölött északon, ami egy gyönyörű állam. Tehát természeti adottságban hegyvidék, nagyon-nagyon dús, zöld növényzet van, és azt mondják, hogy ez az egyik legeurópaibb város egész Amerikában, ami nekünk nagyon-nagyon hiányzik, hogy európaias legyen, hogy ne csak autóval lehessen közlekedni, hanem fel lehessen ülni a villamosra, ami ott van, ami nagyon nagy ritkaság itt, hogy 5 percenként vannak ott is buszok, ami megint csak nagyon-nagyon ritkaság mindenhol máshol, és oda nagyon szerettünk volna költözni, viszont egy nagyon nagy kutatómunkát végeztünk, hogy milyenek az iskolák, hogy mégis milyen ott élni, és ott viszont annak meg az a hátránya, hogy hiába gyönyörű és kedvesek az emberek, és csodálatos minden, ott sincs annyira nagy sokszínűség, és az iskolák nem annyira jók. Nagyon messze van, ez pedig egy másik dolog, hogy a nyugati part ugye még messzebb van Európától, és Portlandből nincs olyan jó összeköttetés a repülőjáratokkal, mint mondjuk Chicagónak, vagy St. Louisnak, vagy DC-nek, ahonnan simán el lehet jutni Európába mondjuk 11-13 óra alatt. Onnan azért ez lényegesen több és bonyolultabb, mert többször át kell szállni, és mi ezt is figyelembe vettük, hogy azért mi szeretnénk legalább évente egyszer hazautazni Magyarországra. Úgyhogy igazából nincs egy ilyen ultimát valami, ahova nagyon-nagyon szeretnénk menni. Igazából amíg együtt vagyunk, addig mindenhol boldogok vagyunk. A lényeg, hogy valami nagyváros mellett legyen. Nem a nagyvároson belül, hanem valami ilyen kültéri kisebb város, de közel legyen nagyvároshoz. És hogy legyen benne pár olyan dolog, amit szeretünk, ami nekünk fontos. Említetted az iskolát, tehát bölcsödébe, óvodába jártak a gyerekek, Springfielden és a fiad Washingtonba is. Mennyire különbözőek ezek az iskolák? A magyar oktatáshoz képest teljesen más az amerikai oktatás.
nem ez a könyvből tanulunk stílus van. Nincsenek is nagyon tankönyvek a gyerekeknek. Hát ugye még a kisfiam most megy harmadikba, úgyhogy a fölött nem nagyon tudom, hogy ő majd milyen lesz, de ugye Magyarországon első osztályban rögtön kezdik a gyöngybetűs írással, és olvasás, és munkafüzet, és minden, és viszik a nehéz iskolatáskát a gyerekek a hátukon. Itt nincsen tankönyv, ha van is, például a matekból volt, az bent van az iskolában, és a tanár minden nap kitép egy lapot, és azt küldi haza. Illetve amit az órán csinált a gyerek, azt is így laponként küldik haza, ami elég idegesítő egyébként, mert így akkor egy csomó papír így felhalmozódik, amivel nem nagyon tudsz mit csinálni, egy idő után ki kell dobni, mert már nem tudod hova tenni. Míg egy könyvbe ugye ez össze van fűzve, és el tudod rakni. Meg utána tudsz nézni, hogy mondjuk hogy haladnak, mi volt eddig, hova mennek, mi történik. Ez engem nagyon zavar. Viszont úgy érzem, hogy szabadabb az itteni oktatás. Többféle dolgot tanítanak, nem csak azt, hogy matek, olvasás, írás, hanem az élethez, ami szükséges, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek például arra, hogy szociálisan is, érzelmileg is fejleszték a gyerekeket, hogy hogyan előzzék meg például a csúfolódást, hogy ne legyenek ilyenek, hogy hogyan legyenek kedvesek és jó polgárok, hogy így mondjam. Ez szerintem nagyon fontos is. Ez talán hiányzik a magyar oktatásból, legalábbis amikor én jártam, akkor még nem volt. Államok között, Amerikában, ahová költözöl, abban a körzetben lévő iskolába járhat a gyerek. Tehát nem azon, hogy te választod ki, hogy melyik iskolába megy, hanem ahol laksz, oda kell mennie. És ezért nagyon fontos, hogy hova költözünk. Viszont ennek is van egy nagyon nagy hátránya, hogy például emiatt kialakul egy ilyen újabb fajta elkülönülés a társadalomban. A jobb iskolákhoz gazdagabb emberek költöznek, és ott egy ilyen gazdagabb közeg alakul ki, vagy mondjuk edukáltabb szülők gyerekei mennek oda, és ugye ezáltal még jobb lesz az iskola. A szegényebb területeken lévő családoknak az iskolában pedig ugye rosszabbul teljesítenek a gyerekek, tehát egy ilyen szakadék alakul ki a társadalomban emiatt szerintem. Próbálják így integrálni a gyerekeket, hogy akkor egy másik körzetből is átszállítják iskolabusszal a gyerekeket, hogy jobban keverjék őket, meg ugye meg van szabva, hogy nem tudom mennyi fehér gyerek legyen, és hány százalék fekete gyerek legyen az iskolában, hogy így jobban keveredjenek a gyerekek, és a kultúrák, és a háttér. Viszont ez még így is szerintem nagyon is szét van választódva, és hát nekünk nagyon fontos az oktatás, és hogy nagyon magas színvonalon üsszék a gyerekek a tanulást. Nem olyan magas elvárásunk, hogy sokat tanuljanak, vagy hogy egész nap az asztalnál üljenek, hanem hogy magas szinten kapják az oktatást, hogy ne a fegyelmezésről szóljon a nap, hanem ténylegesen, ami érdekli őket, mert hát a gyerekek olyanok, mint a szivacs, hogy beszívják, amit kapnak. Minél többet kapjanak, több információt, többféle meglátásmódot. És Springfieldben volt egy nagyon jó iskola, úgy hívják, hogy gifted, tehát ilyen magasabb képességekkel rendelkező gyerekeknek az iskolája, ahova ez is egy állami iskola volt, és felvételivel lehetett bekerülni első osztálytól, azt hiszem, hogy 8-ig van ott oktatás, és mi oda bekerültünk a kisfiunkkal, tehát ő oda járt. Úgyhogy én ahhoz tudom hasonlítani, de az egy nagyon-nagyon jó iskola volt. Mindenki azon volt, hogy a gyerekek jól érezték magukat, hogy egy olyan környezetbe tanuljanak, ahol egy pozitív környezet van, ahol szeretve érzik magukat. Nekem ez az egyik legfontosabb, hogy a gyerekem szeretve érezze magát, hogy a tanárok törődnek velük, és azért vannak ott, hogy a lehető legtöbbet kapja a gyerek minden fényben. Említetted, hogy nagyon fontos a család, a baráti társaság. Kialakult egy baráti körötök, azt se lehetett könnyű otthagyni. Nem csak Magyarországon, de utána a költözködésekkel is. Igen, pontosan, igazából minden helyen kialakult egy baráti társaságunk, és minden egyes költözéskor ez egy ilyen nagy trauma volt, hogy akkor megint itt kell hagyni őket, és megint elmegyünk egy olyan helyre, ahol senkit nem ismerek, és senki nincsen. DC-ben volt egy nagyon erős magyar anyukás mag, akikkel összejártam, akkor ott mindenkinek kicsi gyereke volt, és így hétköznap, amikor a férjeink dolgoztak, akkor összejártunk. Mindig másnak a házában találkoztunk, vagy kimentünk egy parkba, és akkor ott magyaros ételeket főztünk ebédre, a gyerekeink magyarul beszéltek, mert mi is ugye megbeszéltük, hogy mi van velünk, és ez nagyon jó volt. Aztán Springfieldben hát ugye ott nem nagyon voltak magyarok, ott inkább amerikaiakkal barátkoztam. Persze ott is megtaláltuk a magyar ismerősöket,
És ahogy mondtam, ott könnyebb is volt barátkozni. Lehet, hogy azért, mert nem voltak magyarok, és azért rá voltam kényszerülve, hogy kinyíljak az amerikaiak felé is, meg ugye akkor kezdtem el az iskolát, és ott is elkezdtem dolgozni egy non-profit cégnél, tehát onnan is jöttek barátok. Ott több időt is töltöttünk, 4 évet voltunk ott, és megismertünk egy idősebb nénit, aki végül egy ilyen pótnagymamánk is lett, és a szomszédokkal is nagyon jóba voltunk, úgyhogy igen, igazából mi nagyon könnyen barátkozunk, úgyhogy mindenhol nagyon sok barátunk volt. Úgy hallom, hogy kötnek a szálak, a gyökerek, nem tudom, követed-e a híreket otthon, tudnak-e a gyerekek magyarul? Igen, igazad van, hogy nagyon-nagyon fontos nekem a magyar kultúra megőrzése és a hagyományok őrzése, és a nyelvnek a megőrzése, úgyhogy próbálok magyarosan főzni. A gyerekeknek nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudjanak magyarul. Nekünk van egy ilyen szabály, hogy itthon a házban csak magyarul lehet beszélni. Azt megengedjük, hogy egymással angolul beszéljenek, de velünk csak magyarul beszélnek. És érdekes, mert amikor először kijöttünk, akkor a kisfiammal nagyon aggódtam, hogy nem fogja tudni megérteni az angolt majd az iskolába, és majd problémái lesznek. Hát egyáltalán nem így volt, és mindenki mondta is, hogy ne aggódj, csak a magyar nyomasd neki, mert azt fogja előbb elfelejteni. És így is lett, teljesen két nyelvűek, teljesen jól beszélnek magyarul is és angolul is. Nagyon sokat olvasunk magyar mesekönyveket, mondókákat tanítunk nekik, illetve van egy online magyar iskola, ahová járnak mindketten folyamatosan. Ez heti egyszeri alkalmat jelent, Skype-on történik, és a világ összes pontjáról érkeznek gyerekek, akiknek ugye magyar gyökereik vannak, és különböző szinteken tanulják a magyar nyelvet, illetve énekeket tanulnak, egy kis történelmet, egy kis földrajzot Magyarországról, és ez is segít abban, hogy megőrizzék a kultúrájukat. De nálunk ez egyébként kicsit bonyolultabb ennél, mert ugye a férjem félig nigériai is. Tehát ők ilyen hármas kulturális közegben nőnek fel. Ugye most az amerikai, ahol élnek, van a nagyon erős magyar gyökerek, amiket gyakorlunk, és van mellette a nigériai, ami talán így a három közül azt mondanám, hogy így a leggyengébb hatással van rájuk, mert hát ugye a férjem félig magyar, félig nigériai, és csak annyiból nyilvánul ez meg, hogy próbálunk afrikai ételeket enni, vagy találkozunk, összejövünk nigériai társaságokkal, és akkor ott igyekszünk tartani ezt a kultúrát is. De nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindhármat megkapják, és magukénak érezzék. Én úgy gondolom, hogy ezt az egészet vagy együtt lehet csinálni, vagy sehogy. Én a férjemmel mindig is nagyon nagy összetartásban is, közös erővel jöttünk ide ki is, és minden döntést úgy hoztunk meg, hogy közösen leültünk megbeszélni, és kölcsönösen támogattuk egymást. És nagyon fontos, hogy közös elhatározás legyen az, hogy hova megyünk tovább. És ez rengeteg energiába, munkába és energiabefektetésbe került mindkettőnk részéről, de ott volt a szemünk előtt a cél, és amíg ezt a célt láttuk mindketten, addig ez működött ez a dolog, és végül sikerült elérni oda, ahova szerettünk volna, és hogyha az egyikünk elcsüggett, akkor a másikunk tartotta benne a lelket, úgyhogy csak ezt szerettem volna hozzátenni, hogyha más is van ilyen hasonló cipőben, hogy a párját követi, és a párjának az álmát próbálják megvalósítani, akkor ezt mindenképpen tartsák szem előtt. Ha valakinek bármilyen hozzászólása volna témáinkhoz, vagy egy új témát szeretne felhozni, esetlegesen szeretne részt venni beszélgetéseinkben, értesíthet bennünket a szó összehoz, ékezet nélkül is egyben, kukac@gmail.com e-mail címen.